A Föld legészakibb városában őrzik ezen túl az országos Széchenyi Könyvtár digitális kincseit. A Nemzeti Bibliotéka együttműködő partnere az Északi-Sarki Világarchívum egyedülálló módon vállalta a digitális adatok hálózaton kívüli megőrzését a Longyar BM-ben kiépített tárolójá, tárolójában. A részletekről Rózsa Dávid főigazgatót kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meglehetősen távoli partner. Hogyan találtak egymásra és mi volt az első gondolata, amikor... Meghallott, hogy van egy ilyen kezdeményezés. Néhány évvel ezelőttre tehető a két intézmény együttműködése egy nemzetközi konferencián. Pont a, a digitális adatok hosszú távú megőrzéséről tartott nemzetközi konferencián találtak egymásra az OSK és a, a világarhívum, akkor még csak tervezett világarhívum szakemberei, és ezután történt meg a az adatoknak, a digitális adatoknak a, a speciális filmtekercsekre történő átírása. Ezek utána néhány évig az OSK-ban pihentek, tavaly ugye a járványhelyzet miatt nem lehetett betárolni ezeket a, a norvégiai raktárba, így erre idén kerülhetett sor de azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan magától értetődő dolog, hogy, hogy nagyon régóta van, hogy az emberek a, a legfontosabb kulturális kincseiket valamilyen formában egyszer csak megőrzik. Fogunk látni néhány képet, hogy, hogy önök hogyan vitték ezt el, illetve hogyan helyezték el ezeket ezekben a tárolókban, Mit Igen, kell ezen a, ezekről tudni? A, ezen, a, ezen a képen Sándorfi Eszterrel, Magyarország norvégiai nagykövetével tesszük be éppen a Trezorba a filmtekercseket, ezúton is nagyon köszönöm a Magyar Nagykövetség valamennyi munkatársának a segítségét, nagyon sokat segítettek nekünk ott Norvégiában. Ugye mind a két hordozó a, a filmszalag is, és a, és, a, és a digitális adatrögzítés is mindannyiunk által jól ismert eszköz, technológia. És így az, néznek hogy, ki berakva egy így, néz, így néznek ki berakva. Az, hogy, az, hogy ez, ez maga a trezor. Az, az viszont, hogy hogy ezeket a digitális adatokat lézerrel, egy speciális filmszaragra rögzítsék, ez egy, ez egy eléggé új technológia. Tehát ez nem egy akármilyen fénymásolat, akkor ez, csak ez hogy képbe ez, 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 ez nem egy fénymásolat, ugye ezekben a ezekben jól bebugyolált tartó tokokba vannak betéve azok a filmtekercsek, amelyekre lézerrel átírták a digitális adatokat. Hat ilyen tekercset vitt ki Magyarország, ezeken fél terabájtnyi anyag adat található, 14 ezer felvétel. Gondolom a legnehezebb munka, vagy talán az egyik legnehezebb munka az lehetett, hogy mi kerüljön be? ebbe a trezorba, hiszen elképesztő mennyiségű kincs van önöknél, illetve az országban. Igen, ugye az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteménye az a teljes magyar írásbeliségnek a, a története. Ugye a, a, kora középkor évszázadaitól napjainkig a kéziratokig és a köteles beérkező könyvekig, folyóiratokig mindent gyűjt az Országos Széchenyi Könyvtár, talán kevesen tudják, hogy grafikus anyagokat is, és ezt azért említem meg külön, mert ezekből az anyagokból is a, a, a grafikus anyagainkból is válogattunk a, a mostani elhelyezési ceremóniára. Három nagyobb gyűjtemény egységet helyeztünk el. Az első az az OSK-ban őrzött 37 Korvina, ugye Mátyás király világhírű könyvtárának a, a darabjai. Ugye ez egy több mint 2000 kötetes hatalmas könyvtár volt a 15. században a Vatikáni után a második legnagyobb könyvtár a, a, a világon, és az első királyi könyvtár. Tehát ez egy felbecsülhetetlen értékű anyag, ez több mint tízezer felvétel, ezek mellett az alapító atyánk Széchenyi Ferenc és egy másik nagy adományozónk, Aponyi Sándor gróf térképgyűjteményéből válogattunk ki 500 darabot és ezek között ott van az első nyomtatott magyar térkép, ez a Lázár Deák féle térkép 1528-ból, csak két évvel vagyunk Mohács, mohács után. után, és a harmadik anyagrész, az pedig a 20. század első harmadában született grafikus plakátoké, ezek gyönyörű, gyönyörű anyagok, árdekós, impressionista, szecessziós, valódi valódi kuriózumok, úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a három anyagrész reprezentálja az OSK több mint 10 milliós dokumentumállományát. Miért gondolták fontosnak? Hogy ezek a kincsek bekerüljenek egy ilyen tresorba? Az országos Széchenyi Könyvtárnak, mint, mint Nemzeti Könyvtárnak elsőrendű feladata, hogy gyűjtse és őrizze a teljes magyar írott kulturális örökséget, és az őrzés alatt mi, a, mi az örökké való őrzésben gondolkodunk. Tehát kötelességünk az utánunk jövő generációk számára átörökíteni ezt az anyagot, és természetesen ugye az eredeti példányokat is őrizzük, ezeknek az élettartama már jócskán bizonyított, tehát ezek évszázadokig fennmaradnak, természetesen digitalizálunk is, az, hogy a digitális adathordozókon rögzített anyagok meddig maradnak meg, arra még, arra még igazi tapasztalataink nincsenek. Ez viszont egy nagyon korszerű, nagyon innovatív módszer. A filmszalagról lehet tudni különböző kísérletek alapján, hogy ez elvileg évszázadokig meg tudja tartani. Arra tudjunk biztosan adatokat. nagyon sokat tudnánk még erről beszélgetni, de nem most fogunk a legközelebbi alkalommal, és abban is bízunk, hogy lesz még folytatása ennek. Lesz folytatása. Köszönöm szépen Köszönöm, a lehetőséget.